A folytatásban pedig ismerkedjenek meg egy tehetséges ikerpárral, Boda Izabellával és Boda Balázssal. Hát külön-külön talán már mind a kettőtökkel találkozhattak a nézők. Ugye Izával akkor beszélgettünk, amikor az X-faktorban szerepeltél. Igen. Ez sok-sok évvel ezelőtt volt, mennyi vagy kettő? Kettő. Talán, vagy két évvel ezelőtt. Igen. Mi történt veled azóta? Azóta egy nagyon jó zenekarban kaptam helyet, mint szólóénekes. Azért nagyon hálás vagyok a többieknek, a Rockwise névre hallgatunk egyébként, egy rockzenekarról van szó. Velük számos koncerten vagyok már túl azóta, illetve számos versenyen is, arról is beszéltünk már korábban, hogy külföldi énekversenyeken veszek részt. Ebből is volt azóta még egy-kettő, úgyhogy nagyon sok minden bővült még otthon szerencsére a polcom. Tehát akkor nem szakadtál el az éneklésre? Nem, nem folytatom. Nagyon megváltozott az életed? Mondjuk akár a tehetségkutató után, azért ilyenkor felfigyelnek az emberre. Nem mondanám, hogy nagyon megváltozott volna, de töretlenül hajtok előre, úgyhogy, úgyhogy ez sem változott. Voltak színészi ambícióid is, azokkal mi történt? Azokat itt szépen lassan elhagytam, most már inkább csak az éneklés miatt szeretnék színpadon állni. A színészetet azt úgy gondoltam, hogy egyszerűbb, ha magam mögött hagyom, és inkább csak az éneklésre fókuszálok. Uh-huh. Most viszont tovább tanulás előtt állsz, hiszen egyszerre érettségiztetek, és te mész Budapestre. Maradsz ezen a művészi vonalon, vagy teljesen más kezdesz el tanulni? Teljesen más irányba megyek tovább, az ELTE-n fogok tanulni. Oda vettek fel szerencsére első helyen, úgyhogy kereskedelem és marketing szakon fogok végezni, ha minden jól megy. Úgyhogy a zenét azt csak hobbi szinten viszem tovább. Hogy örült ennek a zenekar? Elveszíti az énekesét. De hogy veszítenek? Hát jövök haza minden hétvégén, úgyhogy. Ja, ez elég. Persze, hát akkor a koncertekre teljesen. Igen. Hát Balázstól viszont elszakadtok egy időre, mert hogy Balázs viszont marad itt Nyíregyházán, a Nyíregyháza Spartacus focistájáról van szó. Igen. Nagyon fiatalon profi szerződést is kaptál, és hát most több csapatban is helyt kell majd állnod, ha minden igaz. Ugye lesz a második csapat, ott van az első csapat, nem tudom, az U19? Hát ott már nem, mondom, már kérőgettem, igen, tehát most már még az tavaly még játszottam, de most már nem. Igen, most ez így nehéz, hogy ilyen kettős helytállás, vagy hát kettős helytállás ugye sose lesz, mert ugye vagy az egyik, vagy a második csapatban, vagy az első csapatban majd számítanak rám, ez majd ugye az edzés munka alapján eldől, ugye, de hát csinálni kell a dolgunkat, minden edzésen oda tenni magunkat, aztán meglátjuk, hogy hol van lehetőség, és ott kell bizonyítani. Gólokat jönni, gólpasszadni a középpályásnak. Meg kell mutatni, hogy mit tudunk minden héten. Egészen jó szezon volt azért az elmúlt időszak a hátad mögött, még ha a csapatnak nem is sikerült olyan jól, te azért elég jó teljesítmény nyújtottál többször is. Gondolom, ilyenkor a szülők nagyon büszkék arra, hogy elmennek előbb egy foci meccsre, majd este egy rockkoncertre, és mindenhol találkozhatnak a gyerkőccel. Igen, igen, szerintem ez nekik mindennél nagyobb boldogságot jelent, hogy látják, hogy szeretjük is, amit csinálunk, hogy amin elindultunk gyerekként, azt idáig kihúztuk és csináljuk, és szerintem erre nagyon büszkék lehetnek. Ugye nyilván ők támogattak ebbe az irányba, és hát minden irányba támogattak volna minket, de szerintem nagyon örülnek neki, hogy már ilyen apróbb sikereket, vagy nagyobb sikereket is, de elértünk mind a ketten, úgyhogy szerintem nagyon boldog lehetnek. Neked ez volt a fő cél, amikor elkezdtél focizni az utánpótlásba? Egyszer majd oda kerülni a nagy csapathoz? Hát igazából érdekes, mert egyébként csak hobbiként kezdtem el. Tehát nem is voltak előttem ilyen még álmok se, célok se, csak azért csináltam, mert szerettem, jó volt a közeg, szerettem oda járni minden nap az edzésekre. Aztán volt már egyre jobban, kezdtem én is azt érezni, évek teltek, és hogy van ebbe keresnivaló. És akkor már kitűztem, hogy igen, akkor szeretnék én is profi játékos lenni, és szerződést kapni a nagy csapattól, és hát úgy alakult, hál' Istennek. Voltak nehezebb pillanatok, de sikerült elérni ezt a célt. Hát most a következő feladat, hogy bevereked magad a csapatba. Kezdő csapatba, igen. Komoly konkurencia nagyon, van azért. Nagyon-nagyon. Ugye többen is vagyunk, most egy edzőváltás is volt, ami talán kicsit az én dolgomat is megnehezítette. Úgyhogy nehéz, de hát az edzéseken meg kell mutatni, ha van lehetőség, mindig élni kell vele mindenféleképpen, mert nem lesz sok, de ha lesz, akkor azzal élni kell. Meg azzal tudsz is. Így van. Te szoktál járni egyébként Balázsnak a meccseire? Hát amikor tudok, kimegyek, igen. És melyik típusú szurkoló vagy, aki ilyen mindenért jajgat, szídja a bírót, az ellenfelet, vagy inkább magába roskad és csendben hallgatja a történéseket? Inkább az első, főleg amikor Balázs ellen fújnak, de igen. Csendben először magamban, aztán ha meccs vége felé már hangosan is szoktam mondani a véleményem. Akkor igazi családi program nálatok a meccsen. Én is ugyanúgy emlék, tehát előadás van, bármi,
bárhol van, mindig azért megyünk, én is megyek anyáik, ha nincs éppen meccs, vagy nagyon nem vagyok fáradt, akkor mindig ott vagyok, aztán ott csápolsz az első sorban. Hát igen, meg hát nagyon jól szoktam érezni magam, tehát nagyon... Hát furcsa egyébként, de ezt az az ember, akinek nincs ikerpárja, szerintem soha nem tudja, hogy milyen komoly kötődés van köztetek. Egy testvér között is komoly kötődés van, de az ikreknél meg állítólag még különlegesebb ez a kapcsolat. Akkor valóban így van? Te megérzitek egymásnak, hogy mikor van jó kedve, rossz kedve, esetleg problémája, azt is? Azt azért nem mondanám, de lehet, hogy könnyebben beszélünk róla egymással, olyan, mint mondjuk egy másik testvérünkkel. Talán igen. Kicsit. De egyébként én sem érzek annyira nagy különbséget, tehát ugyanúgy igazából ilyen megérzések, meg amiket hallok, meg olvasok, meg kérdeznek, azért ilyen nagyon nincsen, de azért, hogy végig kísértük egymás életét, tehát csak a középiskolába váltunk el, végig azért óviba, általános iskolába, ha váltottunk iskolát, akkor ugyanoda mentünk. Igen, tehát azért egy padban is ültünk mindig szinte. Minden nap együtt, szerintem azért az sokat számít. Fú, akkor hogy reszkedheted, hogy Boda felszólították a tanárok, akkor mind a ketten megrezdültetek egyszer. Annyiból szerencsés talán, hogy viszonylag hamar eldőlt, hogy nem ugyanolyan ruhába fogtok járni. Tehát, általában ez a másik, hogy az ikreket mindig egy ruhába öltöztetik. Nálatok ez fizikai nagyon. Én fiús kislány voltam egyébként, tehát nem lett volna annyira nehéz dolguk. Ja, Palinak van női csapata is, tehát akár mehetsz focizni, Balázsnak még nem tudjuk, milyen a hangja. Én akartam. Én akartam focizni Balúval, csak nem engedték, azt mondták, hogy a kislányoknak nem kell. Uh-huh. Hát figyelj, még nem késő, még elkezdhetett volna. Azt már tudjuk, hogy Iza mivel foglalkozik, majd marketing, management, kereskedelem, ilyesmi is érdekli. Balázs, te pedig lehet, hogy tovább viszed majd a családi céget? Hát lehet. Ugye édesapámnak van egy magánvállalkozás a villanyszerelésben, és szeretném megcélozni. Tehát, hogy van egy OKS képzés, még talán indul szeptemberben, és arra benn vagyok a névsorban, tehát hogyha indul, akkor megcsinálom, és meglátjuk, hogy hogyan alakul a labdarúgás, hogyan alakul az élet, de szeretném, hogy ott legyen a kezembe is, és ha úgy van, akkor tudjak segíteni. Meg elkezdesz egy edzőképzést is, hogyha igen, minden igaz, igen, tehát a focitól sem akarsz elszakadni. Nem, mindenféleképpen valahogy ott legyen mindig mellettem, tehát ha akár nem labdarúgóként, de akkor másképp segíthessem a edzőként a gyerekeket, és tudjam átadni, amit már tudok, de még azért nagyon fiatal vagyok, tehát. Uh-huh. Na hát szurkolunk nektek akkor, hogy minden álmatok váljon valóra, és hát a nézőknek mondom, nem volt egyszerű összeegyeztetni egyébként ezt az interjút, hónapok óta tervezzük már, de vagy edzés van, vagy munka van, vagy koncert van, most végre sikerült összehozni, úgyhogy hát jusson egy kis pihenésre is idő majd nyáron, aztán hajrá, várjuk. Köszönöm. A folytatást, legkésőbb két év múlva találkozunk, majd egy következő éneklés kapcsán.